A helyi rendőrök előállítottak egy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható jászladányi lakost. Az eljárás jelenleg is folyamatban van. Éjfél fele akartam elaludni, addig néztem a tévét, és egy nagy durranásra keltem föl. Ugye kiszaladtam, elnéztem a benzinkút fele, láttam, hogy egy srác szalal itt el a jobbra, lement itt a kis utcába, valamit vitt. Tehát ide kiálltam, és láttam, hogy betörte az ablakot. Azonnali hatállyal hívtam a rendőröket. Megszólalt a riasztó? Nem szólalt meg. 5 percre kiértek, azt hiszem, a jászladányi rendőrkapitányságról a rendőrök. Utána mondták, hogy egy darabig őrizzem már itt a helyszínt, mert valakit láttak, egy gyanús alakot, aki ment arra fölfelé, mikor ők jöttek, mert érdeklődtek, hogy miben volt. Hát mondom, ilyen kapucnisba, szürkébe, fekete kabát, meg ilyesmi. Akkor utána mondták, hogy maradjak itt, én itt is maradtam, megvártam, még visszajönnek. Utána rá egy óra hosszára, 1:30-2 fele értek ki a Berényi rendőrkapitányságról a többi rendőrök. A Jász Berényi rendőrkapitányság lopásvédség elkövetése miatt folytat eljárást.